úton már csúcs, hogy a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni lehet, tisztelt képviselőtársaim. Szóval ezt mindennek lehet nevezni, csak jogbiztonságnak nem. Akkor, amikor egy cégben csődeljárás vagy felszámolás van, és a bíróság már kijelölte a megfelelő munkát elvégző embereket, ebben az esetben ez a beavatkozás valóban abszurd, és szeretném kérni, én azt gondoltam, hogy Rogán képviselő úr egyik módosító indítványa, a 12-es, az valójában reagál arra a felvetésünkre, amelyet elmondtunk a részletes vitába, hogy túlontúl bürokratikus, és fölöslegesnek érezzük azt, hogy azok a hitelezők, akik már benyújtották korábban az igényüket, a jogos igényüket, nekik abban az esetben, ha egy állami felszámolót jelölnek ki, ezt újra hitelt érdemlően 10 napon belül igazolniuk kell. Nagyon sok hitelező kerülhet abba a helyzetbe, hogy nem vesz tudomást, vagy nem jut el hozzá az az információ, hogy itt állami felszámolót jelöltek ki, és ha nem ismétli meg a követelését, akkor elvesztheti azt a kevés részt is, amire még esetleg számíthat ebből a rendszerből. Én sajnálatosnak tekintem azt is, hogy számos olyan garanciális elem tűnik el a rendszerből, ami az átláthatóságot biztosította volna a külső szemlélők a társadalom számára. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr! Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a vita első szakaszát lezárom, és egyben megnyitom a záróvita második szakaszát az ajánlás első pontjára nézve. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, ezért a vita második szakaszát és a záróvita egészét lezárom. Megkérdem, hogy az előterjesztők nevében valaki kíván-e válaszolni valamelyikük az elhangzottakra? Nem kívánnak az előterjesztők. Tisztelt országgyűlés, így most a módosító javaslatokról határozunk. Az ajánlás második, harmadik és negyedik pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem döntünk. Arra figyelemmel, hogy a további benyújtott javaslatokat az ajánlás 27. pontja kivételével az előterjesztő támogatja, így ezekről egy döntéssel határozhatunk. Tájékoztatom önöket, hogy a 27. pontot a támogatott javaslatok elfogadása kizárja. Kérdezem önöket, elfogadják-e a módosító javaslatokat az ajánlás első pontja, az 5-től a 26-ig terjedő pontjai, 28. pontja, továbbá a második ajánlás első, második és harmadik pontja szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 269 igen, 24 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most a zárószavazás következik. A határozat hozatal előtt megkérdezem, hogy ki ismerteti a kormány álláspontját. Szeretném felhívni a kormány tisztelt képviselőit arra, hogy a házszabály 107. szakasz 4. bekezdése szerint, amennyiben nem a kormány az előterjesztő, akkor nyilatkozni kell, hogy egyetérte a törvényjavaslat elfogadásával, és nyilván kétségek között hánykolódó képviselőknek ez egy segítség, hogy a tisztelt, tehát kérdezem, hogy a kormány nevében valaki nyilatkozik-e a támogatásról. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen a támogatást, kinyilvánítását, és ezek után kérdezem a tisztelt országgyűlés, elfogadja-e a TPR 3504-es számú törvényjavaslatot, az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 280 igen, 26 nem, 0 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslatot elfogadta.
Az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársaság elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 279 igen, 26 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik. A szabályozott ingatlan befektetési társaságokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Rogán Antal, Mennyi Roland és Maninger Jenő Fidesz képviselők önálló indítványát, Téper 3538-as számon, az egységes javaslatot pedig Téper 3538/11-es számon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket két szakaszban tárgyaljuk meg a következők szerint. Az első szakaszban az eredeti normaszöveghez érkezett módosító javaslatok szerepelnek az elsőtől 11-ig terjedő pontok szerint. A második szakaszban pedig a további törvények módosítását kezdeményező 12., 13. és 14. pontok megvitatására kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, készfeleléssel jelezze. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta, így megnyitom a záróvita első szakaszát, a Téper 3538/14-es számú ajánlás elsőtől 11-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Mivel felszólaló nem jelentkezett, a vita első szakaszát lezárom, s egyben megnyitom a záróvita második szakaszát, az ajánlás 12., 13. és 14. pontjaira. Megadom a szót elsőként Göndör Istvánnak, az MSZP képviselőjének 6 perces időkeretben. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A záró vitának a szakaszolása önmagában bizonyíték arra, hogy mit jelent a kormánypártok oldaláról a koherencia és az alapszöveggel való összefüggés, mert a 11-ben is, ahogy elnök úr elmondta, nem a szabályozott ingatlan befektetési társaságokról szóló törvény, hanem a társasági adó törvényt módosítják az előterjesztők. Ez természetes, mert kell, hogy rendezzük, mivel egy új vállalkozási formát vezetünk be, és ennek különleges adó elbírálása lesz az alapszöveg szerint, tehát ez valóban koherenciára szükség volt, ennélkül működőképes lenne a rendszer. De ami viszont nem ide való, és kérem önöket, hogy alaposan gondolják végig, mert ez az országgyűlés házszabályának már a lábbal taposása, hogy a szabályozott ingatlan befektetési társaságokról szóló törvényben a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíja jogosultakról szóló törvényt módosítják. Valójában az elsőt lehetett volna támogatni. Az általános vitában is elmondtuk, hogy a szocialista frakció azt a kezdeményezést támogatja, de ezzel a megoldással már nem lehet egyetérteni. Ez így bizonyítja azt, hogy a kormány valójában arról döntött korábban, hogy a nyugdíjvédelmi biztos segítségével lenyúlják a magánnyugdíj pénztárakban összegyűjtött tőkét, és most vagy hétről hétre jut eszükbe újabb lépés, botlanak bele egy-egy kőbe, és próbálnak meg valamilyen megoldást találni. Én szeretném tájékoztatni önöket, hogy ebben a 12-es számú indítványban is vannak további olyan csapdák, amelyeket valahol valakinek majd el kell rendezni, nyilván nagy valószínűséggel, amikor a végrehajtási eljárásról van szó, hogy hogyan és miképp kell, nem akarom az idejüket hozni, vagy hogyan rendezi a munkáltató a fizetési kötelezettséget, miközben ő vonta le, ő vallotta be, ő fizette be, akkor vele kell, hogy kapcsolatba álljon ez a rendszer, és föl lehet tenni a kérdést, nettó vagy bruttó módon számoltak el ezek a nyugdíjpénztárak a kincstárral, mert az alapvetően befolyásolja ennek a dolognak a kezelését. Tehát kérem önöket, hogy ezt így ebbe a formába nem. Azt javasolnám, hogy az őszi ülésszakra nyújtsanak be önállóan egy olyan törvényjavaslatot, ami végre az egész magánnyugdíj pénztár rendszert is koherens módon kezeli. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Két perces felszólásra következik Vágó Gábor, az LMP képviselője.
Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, jó magam is a 13-as ajánlási pontot szeretnék hozzászólni. Látszik az egész nyugdíjrendszer reformból, hogy ez nem volt átgondolva. Kérem szépen, miniszterelnök úr, erre próbáltam kérdezni az azonnali kérdések órájában is, hogy miért nem gondolták át azt az utat, hogy hogyan jutnak el A-ból B-be. Az eredeti alap elképzelés, hogy itt a magányugdíj pénztári rendszerből átmegyünk egy állami alapon álló rendszerbe, számunkra is elfogadható lett volna, úgyhogy vannak egyéni számlák. Viszont az, hogy megint hétről hétre, már ez a, jól számolom, a 11. olyan módosítás, amikor a nyugdíjrendszerre nyúlunk hozzá egy hónapon belül. Elmondtam, nem először itt a parlamentben, már sokszor is, hogy a nyugdíjrendszer alapja a biztonság, az, hogy kiszámítható. Megint egy olyan dologot hoznak ide elém, ami biztos vagyok benne, hogy ezeket a sorokat is ugyanúgy meg kell majd változtatni szeptemberben. Megint ezekhez a sorokhoz is hozzá kell nyúlni, mert van probléma a rendszerben. Ez egy férc munka. Lehetne olyan nyugdíjrendszert kialakítani, ami biztos lábakon áll? Lehetne egy olyan nyugdíjrendszert kialakítani, amely mind a társadalmi osztályok, mind a generációk között egy konszenzus alapját képezi? Kérem szépen, ezt a kérdést maguknak kellene föltenni. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Seyring Gábor, az LMP képviselője, 6 perces időkeretben. Köszönöm szépen a szót. Jó reggelt kívánok, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim! Ezen a késői órán... Jó reggelt! Kicsit késő van, későn ébredtek, de legalább felébredtek megint. Üdvözlöm, hogy meghallgatták a kritikánkat a 12. pont szerint, amely arról szólt, hogy a szabályozott, vagy még inkább a spekulációs ingatlan piaci alapokra vonatkozó törvényjavaslatuk alapvető piaci bizonytalanságot eredményezhet. Ez az ajánlási pont arról szól ugyanis, hogy a hagyományos ingatlan piaci alapok befektetési jegyeinek a visszavásárlását a PSAF 180 napra felfüggesztheti. Mit jelent ez a módosító javaslat? Ez a módosító javaslat azt jelenti, hogy rájöttek arra, hogy ezzel az új spekulációs ingatlanpiaci alappal a hagyományos ingatlanpiaci alapokat bizonytalan helyzetbe hozhatják, ami egy tömeges likvidáláshoz vezethet ezeknél az ingatlanpiaci alapoknál, ami egy komoly, rövidtávú válságot eredményezhet. Ugye én két dolgot mondtam el az általános vitában, illetve a részletes vitában is. Ebből az egyik az volt, hogy ennek az új szabályozatlan ingatlanpiaci alapnak az egyik velejárója az lehet, hogy rövid távon egy lefelé tartó árspirálba lökheti az ingatlanpiacot, pontosan azáltal, hogy a klasszikus ingatlanpiaci társaságoknál egy tömeges likvidáláshoz vezet. Ez az, amit most önök megértettek, és ezért kénytelenek most belemenni ebbe a módosító javaslatba. Nem tudom, hogy a másik kritikámat is hasonlóképpen megfontolják-e. Az pedig arra vonatkozott, hogy hosszú távon viszont ez az új spekulációs ingatlanpiaci alap azt eredményezheti, hogy olyan spekulatív tőke áramlik az országba, mely nem a reálgazdaság felpörgetésében, mely nem reálgazdasági termelő folyamatok Magyarországra hozatalában érdekelt, hanem egészen egyszerűen az ingatlanpiaci spekulációban érdekelt. Ezzel stabil, hosszú távú, fenntartható fejlődés nem lehet elérni a gazdaságban, ezzel egy dolgot lehet elérni, hogy a spekulánsoknak a bukszáit tömjük. Ez egy alapvetően számunkra támogathatatlan fejlődési irány, de nem csak hogy támogathatatlan, hanem fenntarthatatlan is önmagában. Mint jól mutatja ezt a balti államoknak a példája, vagy számos más olyan déleurópai országnak is a példája, mint például Spanyolország, amelyek pontosan erre a spekulatív ingatlanpiaci tőkére építve fejlesztették a gazdaságokat, idézőjelbe téve a fejlesztés, aminek az eredménye egy ingatlan piaci buborék lett. Tehát még rövid távon egy lefelé tartó árspirál alakulhat ki, amit most megértettek, hosszú távon egy ingatlan piaci buborék alakulhat ki, aminek a kipukkanása egy nagyon komoly gazdasági válságot eredményezhet. Egy ilyen buborék kipukkanás eredményezte a
gazdasági világválság kirobbanását is, mint azt bizonyára tudják az Egyesült Államokból indulva. Egy nagyon hasonló veszélyt rejtenek el most önök hosszú távon a magyar gazdaságban. Kérem, hogy még esetleg fontolják meg ezt a kritikát is, és próbáljanak meg olyan biztosítékokat beépíteni a rendszerbe, mely ezt a hosszú távú buborékképződést kivonhatja a gazdaságból. A legjobb az lenne, hogyha egyáltalán nem is indulnának el ezen az úton, mint ahogy a rövid távú lefelé tartó áspirálra vonatkozó kritikai megjegyzésemet ezek szerint megfontolták és felhatalmaznák a PSZLF-et, hogy felfüggessze az ingatlanpiaci alapok befektetési jegyeinek a kereskedését, hogy elkerüljék a lefelé tartó áspirált. Jó lenne, hogyha hosszú távon a buborék képződést is el tudnánk kerülni. Ez egy dolog kellene, hogy vonják vissza ezt a törvényt. Köszönöm szépen. Csak jelezni kívánok, képviselő úr, hogy ön nem a kárhoztatott és nem ide tartozó, ön által nem ide tartozónak ítélt pontokhoz szólt hozzá, hanem a törvényjavaslat eredeti egészéhez. De természetesen, igen, a 12-es, tehát a nyugdíjpénztár, de megkérdezem, hogy kíván-e még valaki felszólalni. Mivel több felszóló nem jelentkezett, a záróvita egészét lezárom. Megkérdezem az előterjesztőket, kíván-e valamelyikük? Nem. Szemkontaktus alapján látom, hogy nem. A vitában válaszolni nem kívánnak. Így most a módosító javaslatokról fogunk határozni. Arra figyelem el, hogy a benyújtott javaslatok mindegyikét támogatja az előterjesztő, így ezekről egy döntéssel határozhatunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a benyújtott módosító javaslatokat az elsőtől 14-ig terjedő pontok szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 252 igen, 28 nem, 37 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatokat elfogadta. Most a zárószavazás következik, a házszabály szerint ismételten meg kell kérdezem, hogy a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni vagy jelezni. Igen, látom a bólintást, igen, tehát a kormány támogatja a javaslat elfogadását. Így kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a TPER 3538-as számú törvényjavaslatot, az egységes javaslat imént módosított szövege szerint, kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 264 igen, 54 nem, 0 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslatot elfogadta. Az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez, kérem, szavazzanak. Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 261 igen, 57 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadta. Soron következik az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés TPER 3586-os számon, az egységes javaslatot pedig TPER 3586/47-es számon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket két szakaszban tárgyaljuk meg a következők szerint. Az első szakaszban a személyes adatok kezelésére vonatkozó elsőtől nyolcadikig terjedő pontok szerepelnek. A második szakaszban pedig a hatósági jogköröket módosító 9-től a 13-ig terjedő pontok, a 15. és 16. pontok, valamint a 18-tól 23-ig terjedő pontok megvitatására kerüljön sor.
A záró vita az Alkotmányi Bizottság mai napon is megerősített döntésének megfelelően nem nyílik meg a 14. és 17. pontokra, mert ezek nem felelnek meg a házszabály rendelkezéseinek. Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfelemléssel jelezze, megállapítom, hogy az országgyűlés többsége a javaslattal elfogadta, és így megnyitom a záró vita első szakaszát, a T/3586/55-ös számú ajánlás elsőtől 8-ig terjedő pontjaira. És megadom a szót elsőként 6 perces időkeretben Siffer Andrásnak, az LMP képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt országgyűlés! Először az egyes számon előterjesztett módosító javaslathoz szeretnék hozzászólni, amelyik a közérdekű adat fogalmát teljesen indokolatlanul beszűkíti, szakít a hatályos 1992 óta hatályban lévő közérdekű adat definícióval. Ez azt jelenti, hogy például innentől kezdve, hogyha egy minisztériumi apparátus elmegy egy számítástechnikai cég meghívására mondjuk egy amerikai jutalomútra, vagy hogyha egy önkormányzati képviselő testület például egy sí túrára megy el, akkor az érdeklődő közönség nem kutakodhat, hogy mégis ki és milyen alapon finanszírozta ezeket az utazásokat. A törvényjavaslat tudnélik úgy szűkíti le az információszabadságot, hogy csak akkor lehet egy adatkezelő szervtől kikérni egy adatot, hogyha az a tevékenységére vonatkozik, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett. Ezzel szemben a hatályos szabályozás arról szól, hogy minden az egyébként közigazgatási szerv kezelésében levő adat, ami egyébként nem minősül személyes adatnak, azt közérdekű adatnak kell tekinteni. Ez ma egy garancia, ezt önök is pontosan tudják, hogy az elmúlt kormányzati ciklusban jó néhány csatát lehetett megnyerni a jelenleg hatályos rendelkezés alkalmazásával. Jó néhány esetben a Gyurcsány kormányt nem lehetett volna színvallásra kényszeríteni akkor, hogyha az a korlátozás, amit most itt önök javasolnak a parlamentnek, már akkor létezett volna. Ez a közérdekű adatfogalomnak a bekorlátozása oda vezet, hogy nagyságrendekkel fog szűkülni Magyarországon az információszabadság, a különböző közintézmények, közigazgatási szervek átláthatósága. Második, harmadik és negyedik ponton a személyes adatok védelmével kapcsolatos garanciákkal kapcsolatban terjesztettem elő zárószavazás előtti módosító javaslatot, hiszen akár a jelenleg hatályos alkotmányból, akár a január 1-től hatályos alaptörvényből indulunk ki, és tekintetbe vesszük az Alkotmánybíróság elmúlt 22 éves jogértelmezését, ezek a szabályok egész egyszerűen az információs önrendelkezési jognak az alapvető garanciáit oldják fel. Egyik oldalon arról van szó, második pontszám alatti módosító javaslatban, hogy a törvényjavaslatnak az eredeti szövege megengedi azt, hogy amennyiben az illető nem is tud arról, hogy a személyes adatát kezelni kívánják, úgy gondolja a potenciális adatkezelő, hogy aránytalanul költséges, vagy éppen lehetetlen a beleegyezésnek a megszerzése, akkor beleegyezés nélkül is kezelhet személyes adatot. A másik passzus meg arról szól, hogy adott esetben, amennyiben az illető visszavonta, az érintett személy visszavonta a hozzájárulását, a visszavonás dacára is lehet tovább kezelni személyes adatot, hogyha egy adatkezelő szervnek, például egy állami szervnek a jogszerű működése érdekében ez szükséges. Tisztelt képviselőtársak! A törvényjavaslathoz semmilyen konkrét példa, semmilyen érdemi indoklás nem fűztek az előterjesztők abban a vonatkozásban, hogy mi támasztja alá az elmúlt 20 év, elmúlt 18 év gyakorlatából, hogy ezeket a nagyon komoly korlátozásokat meg kell tenni. Az információs önrendelkezési jog elsősorban az egyént, a polgár autonómiáját védi az állammal, de nem csak az állammal szemben, hanem adott esetben nagy gazdálkodó szervekkel, vagy éppen különböző kutakodó portálokkal szemben. Ennek a védelmi jognak a feloldása gyakorlatilag értelmetlenné teszi a személyes adatok védelméhez fűződő jognak bármilyen egyéb intézményes garanciáját. Alapelv volt az elmúlt 18 évben, hogy személyes adatot vagy törvény felhatalmazása alapján, vagy pedig az egyén személyes szabad akaratnyilvánítása alapján lehet kezelni. A
miniszter, illetve államtitkári expozéban elhangzott az, hogy vannak olyan szabályozási területek, például a lakásszövetkezetek, társasházak esetében, de a cégjogban is, ahol valóban életszerű lehet az, hogy aránytalanul költséges a hozzájárulás beszerzése. A hatályos adatvédelmi törvény ismeri azt a jogalkotási technikát, hogy azt mondja, hogy törvény, magyarul egy szektorális törvény adott szektorokban, adott szabályozási területekben adhat felmentést. De nem lehet egy generális felmentést adni. Hogyha csak annyi megszorítást tettek volna, hogy törvény felhatalmazása alapján mellőzhető az adott érintett személy hozzájárulása, akkor nem lennének alkotmányos aggályaink, hiszen adott esetben egy lakásszövetkezeti vagy társasházi törvény kellően körülhatárolt módon tudja feloldani ezt az adatvédelmi rendszert. És hát végezetül arra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy a 92-es adatvédelmi törvénynek a 91-es személyszámos alkotmánybírósági határozatot követően egy forradalmi újítása volt az, hogy a magyar jogba beültette azt a szabályt, hogy korlátozás nélkül használható általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. Ezzel védte meg az állampolgárokat attól, hogy akár az államhatalom, az önkormányzat, de akár magánszervezetek teljes személyiségprofilt alakíthassanak ki. Ez a garanciája az információs önrendelkezési jognak, és nem nagyon látom indokát annak, hogy ezt a garanciális szabályt most itt önök az új adatvédelmi törvényből kiveszik. Ez a szabály óvott meg minket attól, hogy az új magyar demokráciában egy orwelli állam alakuljon ki. Ha ezt az elvi tételt kiveszik ebből a törvényből, semmi nem véd minket meg attól, hogy akár a következő években, akár a következő évtizedekben egy teljes személyiségi profilt egy orwelli állam kialakíthasson bármely polgáráról. Köszönöm szépen! Igen. A következő felszóló Novák előd, a Jobbik képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, elsőként én is az ajánlás első pontjához szólnék hozzá, aztán szépen haladok sorjában. Hiszen a közérdekű adat definíciója az, amit Hegedűs Lórántné képviselőtársammal mi is feszegettünk, pontosan az, amit most zárószavazás előtti módosító javaslatként, hát ő felsége ellenzékétől, az LMP-től úgy tűnik, hogy befogadnak. Nálunk egy kicsit a mi javaslataink esetében szőrös szívűben bánnak a zárószavazás előtti módosító javaslatainkkal, és hát van képe a kormány oldalnak azt mondani, hogy ez nem házszabályszerű. No, hát ezért ezzel a konkrét javaslattal nem is próbálkoztunk, amivel pedig igen, azokat pedig rendre lesöpörte a tisztelt bizottság. Viszont el kell mondjam, hogy még ez az LMP-s javaslat is közelebb áll, jóval közelebb áll jelen esetben a Jobbik elképzeléseihez, mint amit önök jelenleg beterjesztettek. Elég csak példának fölhoznom azt az esetet, ami épp a elmúlt hetekben történt, amikor a szociális konzultáció feldolgozása felől érdeklődtem, és bár bebocsátást nyertem a képviselők jogállásáról szóló törvény szerint a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalába, úgy mint a portán túl, de valójában az adatfeldolgozás folyamatában, hogy nem Kubatov Gábor személyesen vezényli-e esetleg le a személyes adatok feldolgozását, amit ugye az adatvédelmi biztos is jogszerűtlennek minősített, arról nem győződhettünk meg. El kellett, hogy higgyük, hogy önök ezt kitakartatták, ugye kormányzati megrendelésre készült, ezért azt mondta, hogy hát ez annyira azért nem közérdekű adat, hogy egy országgyűlési képviselő megismerhesse akár csak az eredményét is ennek, akár a folyamatban lévőjét, akár ugye az alkotmányozási nemzeti konzultációjét, ami a mai napig nem nyilvános. Miniszterelnök úr így elmondta a saját szavaival, ahogy ő össze akarta foglalni, de táblázatos formában mai napig a barikád.hu hírportál többszöri érdeklődésére, jó magam képviselői helyszíni érdeklődésére sem adták meg. Pedig azt gondoljuk, hogy igen, például ebbe a törvényi definícióba, már tegyük hozzá még a hatályosba is, beletartozna, hogy megismerjük egy ilyen 800 millió forintból végrehajtott, hát nem annyira közéleménykutatás, sokkal inkább állami propaganda és adatgyűjtésnek az eredményét. El kell, hogy higgyük, hogy ezeket a személyes adatokat, vonalkódokat, lakcímeket önök kitakarják a szkennelésnél, azonban erre ebben már nem engedtek betekintést. Pedig tudnánk beszélni arról, mi, akik mondjuk voltunk itt néhányan, akár Gaudi Nagy Tamás képviselőtársammal együtt, mondjuk az Országos Választási Bizottság tagjai. Képviselő kis türelmét kérem. A tisztelt képviselőtársak figyelmesen részt vettek az elmúlt időszakban sok részletes vitán, akkor láthatják, hogy ehhez képest sokkal eltérőbb felszólásra került sor, ha megnézik, az információs önrendelkezési jogról van szó, és ez a megjelölt vita szakaszokhoz kapcsolódik, hogy kérem, legyenek türelemmel, a képviselő időben be fogja fejezni. Köszönöm.
Köszönöm, elnök úr. Valóban, hogy megteremtette a csendet, így valóban talán most még a hangos beszélő használatára sem lesz szükség. Ahhoz, hogy elmondjam ezt az önök számára valóban kellemetlen dolgot, hiszen a Kubatov botrány az egyik legkellemetlenebb az önök számára, ami kiszivárgott, és amit egyelőre sikerült a szőnyeg alá seperniük. Önök most ezzel a törvényjavaslattal, ahogy már az általános vitában is megfogalmaztuk néhány pontjában, szeretnék utólag akár legitimizálni ezt a fajta botrányt. Mi ezért is szeretnék tehát az ajánlás első pontjában megfogalmazott közérdekű adat definícióját pontosítani. Beszélni kell, például mondjuk, hogy ugorjak egyet, már is a harmadik ajánlási pontra. Szintén LMP-s javaslatról van szó, de hát mi is megfogalmaztuk ezt korábban, pontosan ezt. Eltörölnék azt a rendelkezést, mely szerint az adatkezelő a személyes adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti bizonyos esetekben. Ezt elfogadhatatlanak tartjuk, és ugyanúgy a multinacionális érdekeket szolgáló javaslatnak tekintjük, mint akár az ajánlásnak, hogy most rögtön a végére ugorjak, a 23. pontjában is lehet. De ez már a következő vitaszakaszban lesz erről szó, ezért most inkább csak hadd idézzem, mert kevesen voltak itt az általános vitában, és nagyon is ide tartozik akár a hármas ajánlási ponthoz, Jóri András adatvédelmi biztos úrnak itt az általános vitában elmondott szavait. Egy nagyon érdekes új szabályra hívja föl a figyelmet, mely szerint az intézmény bírságot szabhat ki, maximum 10 millió forintot. Soknak hangzik ez a magánszemély számára, de tisztelt hölgyeim és uraim, mondja az adatvédelmi biztos, mondta itt az általános vitában, ennek a hivatalnak a világ legnagyobb cégeit kell ellenőriznie, amelyek költségvetésében ez az összeg elenyésző. Néhány